Biztos vagyok benne, hogy már sokan tervezgetik a tavaszi vagy éppen nyári utazásokat, legyen szó egy belföldi kiruccanásról, vagy éppen egy külföldi nyaralásról. Igen ám, de a tervezgetések közepette hamar megjelenhetnek körülöttünk a kérdőjelek, hogy mit tegyünk ilyenkor a házi kedvenceinkkel, hova helyezzük el őket. Vendégünk a stúdióban Nagy Teodóra, a Cozy Cat Citasitter szolgáltatás alapítója. Szia! Szia! Jó estét, sziasztok! Már sokan ugye elkezdtek gondolkozni azon, hogy majd nyáron merre utazzanak. Ilyenkor már érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy mondjuk hova tegyük a cicánkat? Igen, egyértelműen az előrelátó gondos gazdik mindig jó előre megtervezik az utazásokat, és lefoglalják a cicaszitteléseket is. Azt azért tudjuk, hogy a cicák nehezen viselik a környezetváltozást, ragaszkodnak a saját kis megszokott dolgaikhoz, helyszíneikhez. Mégis azért sokan ilyenkor úgy döntenek, hogy mondjuk egy rokonhoz, családtaghoz viszik el arra az adott időintervallumra a cicát. Ilyenkor hogyan tehetjük egy kicsit könnyebbé számukra ezt az időszakot, ezt az ideiglenes költözést? Igazából ugye erre hívtuk életre ezt a szolgáltatást, hiszen a cicusok erőteljesen territoriális állatok, ezért abszolút pozitívum, hogyha a gazdi úgy tudja magára hagyni a cicát, hogyha valaki a saját környezetében látja el a cicust ilyenkor. Akkor azt mondjuk nem is tanácsolnád, hogy magunkkal vigyük esetleg az utazásra, hogyha mondjuk egy belföldi utazásról van szó, és be tudjuk rakni egy ketrecbe, kocsival levinni a Balatonig. Ez mennyire viselné meg a cicákat? Bizonyos cicák, úgy körülbelül azt mondanám, hogy a cicusoknak az 5%-a bírja a hosszabb távú utazás, de a maradék 95% nem igazán kedveli az ilyen típusú utazásokat. Vannak cicapanziók, és amiket szintén igénybe lehet venni, ennek milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek? Ugye abból kifolyólag, hogy a panzióztatásnál eleve ki kell mozdítani a komfortzónájából a cicát, ez már egy stressz helyzetet okoz neki, illetve ott mondjuk még találkozhat másik házi kedvencekkel, tehát a fertőzés veszélye is magasabb, így hogyha otthon marad a házi kedvenc, és cicaszittelést vesz igénybe a gazdi, akkor a fertőzés veszély is lecsökkenthető. Hogy néz ki egy ilyen cicaszittelés ilyenkor? Kap mondjuk egy kulcsot az adott cicaszitter, és ő megy etetni naponta, vagy akár mondjuk naponta többször is a cicát? Napi egy vagy napi két látogatást lehet igényelni, és a látogatást megelőz egy konzultáció, amikor megismerkedünk a gazdival, a cicussal, a környezettel és az egyedi igényekkel. Mondhatjuk, hogy akkor ez abszolút egy személyre szabott dolog, amit a cicaszitter nyújtani tud? Tehát abszolút a cicára szabott tulajdonképpen? Teljes mértékben igen. Tehát az etetéstől az alomtakarításig, a cica habitusán át, a játék szokásain keresztül mindent figyelembe veszünk, és minden aszerint zajlik, ahogy előzetesen a konzultáción megbeszéljük a gazdival. És a cica fiziológiai szükségletein túl még azt is mondhatjuk, hogy talán lelki támogatást is kapnak a macskák, hiszen azt olvastam, hogy még beszélgetnek is velük a cicaszitterek. Természetesen, hát úgy kezeljük őket, mint teljes jogú társak, és ilyenkor hát fontos az, hogy ne csak simogatás, hanem kommunikáció is legyen a cicussal. Milyen visszajelzések érkeztek hozzátok eddig? Mert azt gondolom, hogy ez valahol egy bizalmi kérdés is a gazdi részéről, hogy beengedjen egy cicaszittert az életterébe, és tényleg a macskáját rábízza. Ez teljes mértékig. Nálunk a Cozy Cat-nél minden szitter leinformált és abszolút megbízható, és ők is cicagazdik. Én ismertem olyan cicát, aki mellett, tehát aki nem viselt el senki mást, csak a gazdáját. És hogyha mi megérkeztünk oda, akkor a macska az azonnal megkarmolt, odajött, megharapott. Ezt hogy lehet szitterként kezelni, hiszen azért, mint ahogy az emberek is teljesen mások, úgy azt gondolom, hogy a macskák is mások, és lehet, hogy valaki mondjuk nem viseli jól az idegeneket, mint ez a macska.
Igen, hát erre szolgál egyébként a konzultáció, amikor ugye megismerkedünk az adott szituációval, az adott esettel, az adott cicával, és ezzel le lehet csökkenteni az ilyen kellemetlen helyzeteket. Hát akkor nyugodtan lehet tervezni az utazásokat és cicaszittert keresni, mert hogy nagyon nagy segítséget jelent. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettünk. Én köszönöm.